A jegybankárok napja lesz a mai, hiszen az Európai Központi Bank is asztalhoz ül, és ma 3:42-kor közzéteszi kamatdöntésüket, de igazából a 14:30-kor kezdődő sajtótájékoztatóra kell figyelni, hiszen az elmúlt napokban megint felerősödtek a spekulációk, hogy esetleg negatív kamat lehet a betéti oldalon a jegybanknál. Mindez újabb eurógyengülést hozott az elmúlt napok kereskedésébe, de úgy tűnik, hogy a konszenzus továbbra is azzal számol, hogy nem lesz negatív kamat, marad minden a régiben, tehát egy kicsit fejlegezhetnek a szereplők, és az euró-dollár elindult megint az 1.31-es szintek felé, mint ahogy tette azt egyébként a múlt hét végén is. Amerikában azért érdekes a jegybankárok szeánsza, hiszen késő este 3:47-kor, illetve 8 órakor két olyan jegybankár teszi közzé beszédét, akik tavaly nem döntöttek a QE3 program elindításáról, és könnyen lehet, hogy a Fed az ő nyakukba akarja varni ennek a programnak a leállítását, ezért kell majd figyelnünk késő este a híradót mellett, vagy a híradót követően ezeket a kommentárokat.